drága aranykövető rajongó, megindultunk, te nézzek? Feszítsél már a karodra, ne égessél már engem, Marci, jó néz ki. Te személyedző is kézzel. Tudod, hogy dolgozik? Nem tudod elképzelni. Ja, van egy út, egy jót utasszunk. Nézd, az, hogy Sanyinak van ott egy pesztrája. Sanyi már oda dobta magát, mi suhátul. Feszítsed már a karodat, Marci, hát ne! Olyan kínos vagy így nekem, hát mit mondanak a kislányok, nehézkedjél már. Amelyek... Nem, hogy drága, várjál már, hülye napellenző, figyeljél már. Jó nézel ki, látod, milyen pozitív szörben nyomom. Tudod, mit akartam mondani? Hogy mi történt a mai nap? Először is a Marcit beült a kocsimba, érted? Kipatintva. Sportos. Hát ez van. Figyelj, amit akartam mondani, a mai napon, egyébként Vilmos napja van, nem tudom, hogy van-e a William Hercegen kívül Vilmos ismerősöd, ha van, akkor köszöntsed már föl, érted? Halá örülne a Vilmos neki. Majd van szülinaposunk is, ugye? Te kucsoltasd már a csicska mobiladat, hát komolyan mondom, mert nem tudok a követővel beszélni, érted? Itt vagy a vonalba, követő? Marci, mondjad! Néha lemarcizom. Ha összekeverem a Marival, tudod, én sem vagyok már mai darab. Ja, hogy mi történt ma, fogalmam sincsen. Úgyhogy mindjárt mondom, nyugodj meg. Szóval képzeld azt el, hogy a mai napon, 1741-ben, Pozsonyba vagyol, érted? Az volt akkor az országgyűlés minden bukosítós hely volt, hanem előkelő volt, ugye ma Bratislava néve van. Júlia Marci elindította a kamerát, nem tudod elképzelni, akkora kamerája van. Hát meg is mutattam neked, várjál? Csak, nézek? Látod, hogy mekkora kamerája van? Hát nem hülyészkedik. Szóval képzeld azt, Jézusom, várjál már, hát ez ide bejött elém, ezért négyjel. Csak rúgjak rá kettőt. Szóval 1741-ben megkoronázzák Lotati Mária Teréziára, ráverik a koronát, érted? Halálőkelően a magyar rendek, érted? Azt mondják, hogy jó van, akkor terikém. Kezdje el uralkodni úgy rendesen, egyébként a legnagyobb, egyik legnagyobb uralkodója volt ez a Magyarországnak. De mi volt még, várjál? Hát mit tudom én, még valami volt, de már te... Szóval várjál! El akartam mondani valamit, de mondom... Kusz, taka. Szóval a pragmatika, szankció, ráció, edukáció az volt Mária Terézia, viszont a születésnaposunk az nagyon izgalmas. Az kérlek szépen, az nem más, mint 1852-ben megszületik a buposz előkelő anyukám. Spanyol építész, Antoni Gaudi. Tudod, melyik a Gaudi? Sagrada Familia, elmész Barcelona. Katalán volt, tudod? Katalán. Tudod, ez olyan hülyén beszélik a spanyol. Először is mindenki pesen. Tudod, és így beszélnek. Tehát mikor azt mondják, hogy it's too much, azt mondja, it's too much. Érted? Egy szót nem ér. Na mindegy, Gaudi volt, Gaudi. Szóval nézed majd meg szépen a Gaudit, már most utána olvastam itt a Marci mellett, ahol mindig utána kell mindennek, hol nézeg a Marci. Nem kell. Nem akarod, Marci? Hát olyan jól áll neki a kamera, azt tudsz. De, szóval ha elmész Barcelonába, most akkor van a Casa Batlló, meg van a Casa Mila, azokat nézd meg. Ilyen szecessziós jellegű, egyébként a belső tereket is aztán Gaudi csinálj meg. Az egyik valami nagy stúf textilkereskedőnőnek volt az Várjál, Marci, hol van a füredi tábla? Várjál, adom, itt vagyunk Lepsénynél, jó? Mindjárt megállok egy jó fotóra itt a helyi úton, mert mindjárt tankolni kell. Szóval, ha elmész, akkor ott van a Passage de Garcia, vagy Garcia, vagy nem tudom, hogy ilyen. Ott nézd meg, gyönyörű az a két épület, meg a Sagrada Familiát nézd meg, ha Barcelonába jársz, mert elképesztő, a mai napig épül, mert ugye aztán a spanyol... De várjál már, szóval mai napig épül a templom, érted, meg közben meghalt, na, az is kérdés. Ott van eltemetve egyébként a Sagrada Familiával, pápai engedéllyel, gondolhatod, ott van eltemetve egyébként Gaudi. Na de hogy képzeld el, hát a halálnak tervezésben volt, addig a percig, amíg el nem azt a villamos. Érted, tezted? Anyukám ez ott rohangált le, érted, mint a mérgezettegér, azt elvágta a villamos, és azért 73 évesen meghalt, tudtad? Nézek. Nézzek, hát egy sportedző, érted? Hát ő sem a Marcival, nézzél? Feszítsél be, Marci! Hát ez nem igaz, ennyit nem lehet ma már kérni a fiataloktól, taka. Várjál már, anyukám, nyugodjál már meg, várjál. Nézzek az Ivánon, Cilla túrsz, oda néz.
Nyukán, Miskolc, Szolnok, Fehérvár, Szeged, Sopron, Szombathely, Balatonfüred, Siófok, Debrecen, Győr, Pécs, minden. Pifa nyukám, ezt nézd meg! Drága arra a követő rajongók, most megfogadott át a benyám, bocsánszál már meg, de itt vagyok a Pupos Füreden, és köszönöm Füreden, hogy itt voltatok velem! Pupos, anyukám! 300-an jó kipa, Dorika is velem, halál előkelően, Misuka is velem, majó kamera. Nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt az estét nektek, hogy eljöttetek és meghallgattatok. További szép estét, puszi, sziasztok! Misuka, gyere! Gyere ki, te kint eszel, Sanyika bent eszik, te meg kint kapod az előkelő tápodat, érted? Ez nem kábítósz, most ez nem. Misuka, tessék, parancsolja. Követő, rajongó már, te, fölértünk a előkelő izéből, Fürédről, hát jó, jövő hét Siófok, te, holnap meg a izé, a röppentyűzés van, érted a izével? Úgyhogy nekem pillanatok alatt izé le kell löknöm magam, érted a ágyban, most gyorsan beveszem a Pupos Notevitet, várjál, egy csepp vodkával. Dehogy is, ne hülyeszkedjél már vízzel, mert tudod, a íze, akkor... Ja, meg a Notevit, a kollagén ezt is be kell kapnom. Meg a izét. Happy-t. Be happy, don't worry-t, azt be kell... Te kézeld el, na ezt nem is mondtam neked, de most, na, most erre nagyon figyeljél. Most ez, te nem fogol te izét, gombot varni, de most nagyon figyelj, mert nagyon érdekes, mit olvastam most, érted? Gergő átküldött nekem egy haláljó előkelő anyagot. Most azt képzeld, de várjál anyukám, meg kevergetem itt a jó kollagénes löttyömet. És nézd meg, is ilyen beszűrűszer, ez tényleg jó kollagén. De képzeld el, hogy ugye azt én nem tudtam, hogy a száfrán mi mindenre jó. Azt mondtam, hogy jó fölvidámít, meg izé, főszukásít, meg nézé, tudod, úgy jó, úgy fölrángat, ugye, tudod, egy a libidód így dikkit fölmegy. De képzeld el, hogy mi másra jó a száfrán. Ezt is el fogom neked olvasni, nem akarlak untatni, de volt egy kutatás, hogy kipróbáltak, hogy hat a menopózára. Nem tudom, hogy te hány éves vagy, ha még messze vagy, akkor örüljél neki, ha meg már itt van, és már drága nagynémén Éva így ült a asztalnál, és így pillantok alatt érted a mínusz 8 fokba, azt mondta, meg lehet itt dögleni, olyan meleg van. És akkor kiderült, hogy ilyen hőhullámos. Na most, ha ezt tudtak volna, hogy a sáfrány mi mindenre jó, akkor már tomtam volna, érted? A nagyanyámat is sáfránya, de hát anyukám fogalmunk se volt. Na most azt képzeld el, hogy a sáfránynak. Na most képzeld el, kapaszkodjál meg, várjál, mert már megy a cihipuhi film, hogy enyhíti a menopózának a tüneteit a száfrán, és most ezt mindjárt el is olvasom neked, figyeljél, kapaszkodjál, figyeljél, hogy mi mindenre jó, mert ez muszáj neked. Azt mondja, nem tudtam erről, a sáfrány kivonat hatékonyan és biztonságosnak minősül a hőhullámok és a menopózát követő hangulat ingadozások tüneteinek enyhítésében, a kutatásban résztvevő egészséges hölgyek esetében, mert volt egy ilyen kutatás, érted? Aztán utána én már nem tudom, hogy mit jelent, de tehát, ha érted, a sáfrány kezelés hatása már a negyedik heti mérés esetében szignifikánsan különbséget mutatott a placebohoz képest. Fogalmam sincs, hogy mi az a placebo, a szignifikánst még értettem. Szóval anyukám, ez van, hogyha menopózád van, és ilyen hőhullámod, és a hormonjaid megborulnak, akkor érdemes a sáfránnyal foglalkoznod. Ha melankóliával küzdesz, akkor is érdemes. Tehát a sáfránynak van egy remek hatása, és ugye elintéztem neked, de ennek már száj. És elintéztem neked még mindig, most kézzelebb, holnap éjszaka lett volna vége ugye ennek a 40%-os akciónak, és két doboz esetén anyukám kapod a 40%-ot, de csak a happy-be van a sáfrány, a happy sleep-be a Notevitnél. Én azért szedem, kettő dologért szedem, megmondom őszintén, mert a sáfrány főszukásít, és jó kedvederít. Úgyhogy én most, és holnap, mivel baromi korán kelek, mert megyek anyukám a repülő izé, Red Bull, kint leszek a izén, a kupaszigáton, ha gondolod, gyere oda. Úgyhogy én például ezért szedem, de a 40%-ot, ja igen, hogy mit intéztem, hogy nem holnap van vége, hétfő éjszaká vége. Úgyhogy drága arany követő, rajongó, ezt el tudtam neked, egyet már bevettem, nem veszek be többet, ezt el tudtam neked intézni, mondom, a sáfránynak elképesztő jó hatásai vannak, úgyhogy legfontosabb a jó és pihentető alvást, ami fontos,
csak gyógynövény, nem tudod terászokni, tehát nincs olyan, hogy ilyen altató hatása van. Mondom, perzsaszárfrány, B6 vitamin, magnézium, komló és valeriána, tehát, hogy elképesztően jól van összelakva, ez egyébként sötétbe világít, haláljon néz ki, most nem kapcsolom rád a pilácsot, úgyhogy legyen egy nagyon szép és nagyon pihentető alvásod, 40%-ot a Cilla elintézte, többet most már nem mondom, hagyjál majd csak a 40%-kal, el van intézve, ha élsz vele, élsz, ha nem, akkor nem tudod, ahogy Marika mondta, álljál össze valakivel, mint a krumplis tészta. Jó éjszakát, millió csók, kopaszig át, anyukám, repülünk.